Jó estét kívánok! Mátyás király megkoronázásának 560. évfordulóján Székesfehérváron is számos program várja az érdeklődőket. Az esti mérlegben erről tájékozódhatnak, tartsanak velünk! Mátyás király Kolozsváron született 1443. február 23-án, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fiaként. Nevezik Korvin Mátyásnak, az igazságos Mátyás királynak, hivatalosan első Mátyásnak, de a köznyelv egyszerűen mint Mátyás királyt emlegeti. Magyar királyként alakja jelentős a történelemben. Mátyás és Székesfehérvár nem csak uralkodása, személye is összefonódott, ezért Székesfehérvár méltó helyszín a Mátyás emlékév különböző rendezvényeinek ebben az esztendőben. De az is egy nagyon érdekes párhuzam a mai kor és Mátyás utáni kor között, hogy bár nem léteztek ilyen statisztikák, mint amik ma rendelkezésünkre állnak, de a korral foglalkozó történészek megállapították, hogy Magyarország Mátyás uralkodása idején hasonló fejlettségű volt, mint a korabeli Anglia. És aztán tudjuk, hogy Mátyás után milyen 150-200 év következett Magyarország életében, ami nem csak 150-200 évvel vetette vissza ezt az országot, mind népességben, mind gazdasági fejlődésben, hanem sokkal-sokkal többet veszítettünk. És ma azt gondolom, amikor ugyanabból az irányból nagyon hasonló fenyegetés és veszély érkezik Magyarország és Európa irányába, akkor fontos, hogy lássuk ezt a párhuzamot, hiszen nem engedhetjük, hogy az országunkkal és a városunkkal még egyszer ugyanaz megtörténjen, ami Mátyás uralkodása után megtörtént. Mátyás királyt a Bárói Ligák Szegedi Egyezménye értelmében már 1458. januárjában megválasztották, viszont a Szent Korona nélkül hatalma vitatható volt. Legfőbb koronázási ékszerünk ugyanis még 1440-ben került el Visegrádról, amikor első Habsburg Albert halála után Jagelló Ulászló és a csecsemő 5. László nevében az özvegy luxemburgi Erzsébet küzdöttek a főhatalomért. Mátyásnak, aki nem örökösödési jogon került trónra, különösen nagy szüksége lehetett a szabályszerű koronázásra, a társadalmi elfogadottsága megerősítése érdekében. 1464. március 29-én kerülhetett sor a koronázásra Székesfehérváron, ezzel a szokásjog szerint is legitimé téve uralmát. Egyúttal országgyűlést is hirdetett a koronázóvárosba. A koronázás 560. évfordulóján számos eseményt szerveznek szerte az országban. Mátyás király székesfehérvári kötődése miatt is rendez érdekes programokat a Magyarság háza március 29-ére. 2017. december 11-én sajtótájékoztató keretében jelentette be Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, hogy 2018-ra meghirdeti a Mátyás király emlékévet. Ezt követően nagyon szűkös határidőn belül szerveztük meg január 12-ére a Szegedi Egyezmény évfordulójára a Szegedi Dómba a megnyitó ünnepséget, amelyet reneszánszkori forgataggal egészítettünk ki, ez volt a kísérő rendezvénye. Itt a kiállításunknak csupán két tablója készült el, és ezután január 24-ére igazából erre a kerek évfordulóra, a királlyá választás 560. évfordulójára a Budapesten a Dunapalotában, a Magyarság házában rendeztünk reneszánszkori interaktív időutazást, elsősorban gyerekcsoportok részére. Az Őskultúra Alapítvány egyébként az egész évben kiemelt partnerünk, és ők végigkísérik ezeket a programokat, csak úgy, ahogy március 29-én teszik majd egész nap itt Székesfehérváron is. Mi várja itt a kisebbeket, ahogy hallottam, és a nagyobbakat Székesfehérváron március 29-én? Egész napos reneszánsz forgataggal, interaktív időutazással várjuk az ide látogatókat, ahogy említettem, az Őskultúra Alapítvány életmód bemutatót tart, viseletbe lehet felöltözni, az egész nap folyamán reneszánszkori viseleteket próbálhatnak kicsik és nagyok, tehát felnőttek férfiak egyaránt találnak kedvükre, alkatukra való reneszánszkori ruházatot. A
a Hímerházban lesz az öltözködés, és ugyanitt várja Sebestyén István, a népművészet mestere Mátyás mesékkel, Mátyás mondákkal a kicsit pihenni vágyókat. A Városháza téren pedig korabeli harcászati bemutatót hoz a Szent Sebestyén Számszeríjász Egyesület. Solymász bemutatót hoznak Balatonfelvidékről egy sportegyesület, és este 18 órától a kicsit nagyobbak, felnőttek kedvére való mesékkel kedveskedik az ide látogatóknak Sebestyén István, szintén a népművészet mestere. Hogy hallottam, egy kiállítás is érkezik ezen a napon. Mi lesz a kiállításnak a tartalma? Március 29-én 17 órakor a Szent István Múzeumban nyílik meg Merényi Zoltán és Somodi András közös kiállítása. Ők ketten grafikus és ötvös művészek, akik acél, réz és textilbe ágyazva álmodták meg a Mátyás király évfordulójára készülő kiállítást. Ezek kivitelükben igen friss, modern, aktuális megjelenésűek, viszont a 20. század elejéről és közepéről olyan történészektől választottunk idézeteket, amelyek egy kicsi más oldalát világítják meg, az emberi oldalát, a termetét, a kinézetét Mátyás királynak, amelyet eddig a történelemkönyvekből kevésbé tudhattunk meg. Az emlékév kapcsán a Szent István Király Múzeum is számos eseményt szervez. A Szent István Király Múzeum számos programmal készül, gyakorlatilag az egész évet lefedjük, ha szabad ezt mondanom, a Mátyás emlékévhez, illetve a Mátyás király emlékéhez kapcsolódó programjainkkal. Ugye az első programot február 23-án Mátyás király születésének a napján szerveztük meg, ami egy teltházas előadás volt Mátyás király családjáról. Mátyás emlékév következő programja április 25-én kerül megrendezésre. Ez Mátyás király székesfehérvári temetésének a napja, aminek a keretében egy kiállítás megnyitására kerül sor. Ezen a kiállításon Mátyás király halotti pajzsának a hű másolatát mutatjuk be. A következő programunk ezt követően Mátyás egyik jelentős haditettéhez kapcsolódik. 1485. június 1-én foglalt el Bécs várát, illetve Bécs városát, és ehhez kapcsolódva tárlatvezetések, előadások és egyéb programok lesznek a Szent István Király Múzeum rendházában. Ezt követően majd a múzeumok éjszakáján és a kulturális örökség napjain is számos programot szervezünk. Azt gondolom, hogy minden korosztály meg fogja találni ott a neki megfelelő programokat, hiszen előadásokra kerül sor, hagyományőrzők fognak ezeken a programokon részt venni. A Mátyás emlékév záruló rendezvényére december 12-én kerül sor, aminek az apropóját az adja, hogy ezen a napon házasodott meg Mátyás király. Ekkor vette feleségül a székesfehérvári bazilikában Arkóniai Beatrixot, akit ugyanekkor királynévá is koronáztak. Az esti mérleget látták, holnap is várjuk Önöket, viszontlátásra!